Györfi Sándor galéria, elmerült a vízben a Szabadstrandon, itt a szilva főszezonja, új helikopterek érkeztek a szolnoki bázisra. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2023. augusztus 29-én 18 óra 5 perckor. Az államalapító Szent István napi ünnepség sorozat részeként a Nagykun látogatóközpontban nyílt meg Györfi Sándor Kossuth és Munkácsi Díjas szobrászművész állandó kiállítása. A szépszámú közönséget, a művészt és családját, Huba Imre vármegyei közgyűlési elnököt, dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselőt, Sári Kovács Szilvia és Gyurcsák János alpolgármestereket, nagy tiszteletű Koncz Tibor esperest, főtiszteletű Verez Zoltán plébános, címzetes esperest, a művésztársakat és valamennyi érdeklődőt Kunné Nánási Mónika, a Dériné Kulturális Központ megbízott igazgatója köszöntötte. A megnyitón tárogató játékával közreműködött Plusz Csilla tárogató művész, a Karcagi Elker Ferenc művészeti iskola igazgatója. Mint elhangzott, Györfi Sándor városunk díszpolgára országosan és nemzetközileg is elismert művész. Kiemelkedő szakmai munkássága mellett példaértékű embersége, tisztessége, szerénysége és segítőkészsége. Gazdag szakmai tapasztalatát megosztja a tehetséges fiatal művészekkel, évtizedek óta alkotótáborokat, alkotótelepeket vezet. Szülővárosa, Karcag mellett elkötelezett híva a nagykunságnak és az Alföldnek is. Szobrok, érmék, kisplasztikák tucatjai bizonyítják lokálpatriotizmusát, hazaszeretetét, hangzott el Kunné Nánási Mónika köszöntőjében. Szülővárosában már 1976-ban bemutatkozott néhány alkotásával a Karcagi Dériné Művelődési Központban rendezett kiállításán. A főiskola elvégzése után visszatért Karcagra, ahol Derkovics ösztöndíjasként hozta létre műtermét. Ezzel egy időben kapcsolódott be a Nyíregyháza Sóstói Nemzetközi Élelművészeti Alkotótelep tevékenységébe, ahol 1978-tól az Alkotótelepi Tanács tagja, majd 1983-tól művészeti vezetője volt. Itt az általa felújított viaszvesztéses bronzöntés technika vált gyakorlották. 1977-től a művészeti alap, majd 1980-tól a Magyar Képző és Iparművészek Szövetségének tagja. Már első 1980-ban a Karcagi Nagykun Múzeumban megrendezett nagy kiállítását is a kialakult Györfi stílus jellemezte. Ugyanebben az évben állította fel első karcagi köztéri szobrát is, a Mémesek emlékére című alkotását. Bensőséges kapcsolata a lovakkal édesapja mellett eltöltött csikós éveiben gyökerezi. Előszeretettel ábrázolt történelmi személyeket is, Damjanics János portréja, Zrínyi Ilona reliefje, Bacsi Zsilinszki emlékmű, Szabolcs vezérszobra, Szent István királyszobra, Kossuth Lajos szobra, az Ópuszta szerint történelmi panteonban 4. Kun László király bronzmell szobra. Az országos hírnevet első egészalapos köztéri munkája Györfi István szobra hozta el számára, melyet 1984-ben állítottak fel a Karcagi Györfi István Nagykun Múzeum parkjában. Ez az alkotás jelentős mértékben hozzájárult a Munkácsi díj odaítéléséhez. A Jászkun Redemció 250 éves évfordulója alkalmából adták át a Kun emlékhelyet, melynek a Kun ősök emlékét őrző szobrai egyedülállóak Európában. Szepesi Tibor polgármester a Györfi Sándor galéria létrejöttének történetét mutatta be, amely a művész és családja támogatása mellett intézményi, önkormányzati összefogásból, pályázati forrásból valósulhatott meg.
Így mostantól méltó körülmények között egy helyen láthatóak a jeles szobrászművész munkái. A városvezető megköszönte mindenkinek a támogatását, segítségét. Rendkívül fontos számunkra, hogy a mai fiatalok is minél többször találkozzanak a köztünk élő művészek alkotásaival. Mert ezek az alkotások magukban hordozzák a szülőföld szeretetét, az ahhoz való ragaszkodást, hűséget, barátságot, az egész közösséget. Karcagváros önkormányzata és lakossága nagyon büszke városunk szülöttére, aki közöttünk él és alkot több mint 4 évtizede. És akinek köztéri alkotásait járva kell a városban, nap mint nap megcsodálhatjuk. Szerencsések vagyunk, hogy itt él közöttünk. Hiszen ő az egyike az őrhelyüket el nem hagyóknak, akiknek szava mérték és mérce, melyhez magunkat és a világot mérhetjük. Györfi Sándor kiemelkedő művészi munkássága, hazafisága, lokálpatriotizmusa, tiszta embersége és szakmai alázata legyen követendő példa mindannyiunk számára. A kiállított szobrok, plakettek történetét részletesen ismertette megnyitójában Prókai Gábor emeritus lektor, akit a szakmai művészeti kapcsolat mellett a szobrászhoz több évtizedes barátság is köt. Így most is első kézből kaphattak információt tőle, a művek születéséről is a jelenlévők. A tisztelet a szülőváros részéről a művésznek szól, aki művészetének kibontakoztatását gyermek és ifjúkori életének tájain, éltető közegében tudta elképzelni, felnőttként, alkotó emberként is. Voltak ennek a városnak korábban is hírnevet szerzett szülöttei. Németh Gyula nyelvész, Györfi István néprajztudós, a fazekas művészetben Kántor Sándor neve vált, megkülönböztetetten megbecsülték. Németh Gyula munkásságát 1948-ban, Kántorét 30 év múlva 1978-ban, Györfi Sándorét újabb 40 év múlva 2018-ban ismerte el a Magyar Állam Kossuth díjjal. Szellemiségük, és soroljuk ide még Szűcs Sándort, Bellon Tibort, hatottak a mesterre, amit művészetébe ötvözve sugárzón közvetített tovább Németh Gyula szobrában, Kántor Sándor érmében, itt a Wittinben láthatják, Szűcs Sándor domborművében a múzeumnál látszik, meg az életmű kiemelkedő fontosságú és minőségű szobrában, Györfi István egész alakos ülőszobrában, ami a múzeum kertjében. Megtartó erőt sugárzó ez a város, ez a táj, legalábbis Györfi Sándor életre szóló hatása ezt érzékelteti. A karcagi puszta, az itt élő emberek világa visszafordító erejű volt akkor, mikor pedig a választott hivatás az érvényesülésének sikerrel köcsögtető megszokott útjaként a diplomát adó nagyváros felé marasztalta volna, és jelölte volna ki számára az irányt. Az ő döntése a karcagi tanyán nevelődött. Annak végtelen teret adó szabadságában, ahol Csikós édesapjuk a lovon száguldó fiai számára a horizontot jelölte ki határként. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő pohár köszöntőjében arról is szólt, milyen nagyszerű dolog, hogy városunknak ilyen jeles, tehetséges művésze született, mint Györfi Sándor, akinek még sok aktív alkotói évet kívánt. Tiszakécskén a Szabadstrandon merült el egy 35 év körüli ukrán fiatalember. A vízimentők annyit tudtak elmondani, hogy hirtelen merült el, majd egy arra úszó matracba próbált megkapaszkodni, de kicsúszott a kezéből, és akkor már elmerült. A nyugalom megzavarására alkalmas tudósítás következik. A strand munkatársai rögtön a keresésére indultak, értesítették a rendőrséget, a katasztrófavédelmet, valamint a mentőszolgálatot. Vasárnap délután olyan 16 óra magasságában merült el egy 35 év körüli ukrán fiatalember. Kollégáim annyit tudtak elmondani, hogy hirtelen merült el, egy arra úszó matracba próbált
megkapaszkodni, de kicsúszott a kezéből, és akkor már elmerült. Amint értesültek róla a kollégáim, rögtön a keresésére indultak, értesítették a rendőrséget, a katasztrófa védelmet, valamint a mentőszolgálatot. Az aznapi keresés nem járt sikerrel, majd másnap délután találták meg a búvárok segítségével itt a Tiszaparton. Az aznapi keresés nem járt sikerrel, majd másnap délután találták meg a búvárok segítségével a Tiszaparton. Az elmerüléseitől nagyjából 2-3 méterre találták meg. Szerencsére nem jellemző a strandon, hogy a fürdőzők ne tartanák be a szabályokat. Igen, a szabad vizekben elsősorban a gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett fürödhetnek. Ez azért nagyon fontos, mert nagyon körültekintően kell a szabad vizeken fürdőzni, tehát a vízmélység hirtelen változik, a sodrásnak a sebessége hirtelen változik, úgyhogy akár egy bójánál is, egy lépést tovább megyünk a bójánál, akkor már azonnal elmerülhet akár a felnőtt ember is, illetve a gyermek is. Vigyázni kell arra, hogy ne felhevült testtel menjünk a vízbe, mert fennáll annak a kockázata, hogy rosszul leszünk a vízbe, tehát fokozatosan kell hozzászokatni a szervezetet a hidegebb közeghez, illetve ne alkoholtól befolyásolt állapotba, vagy ne jól lakott állapotba menjünk bele a vízbe. Az árakat és a termést tekintve is nagyok az eltérések. Van olyan terület, ahol alig termet szilva, viszont akad olyan kertészet is, ahol roskadoznak a fák. Az árak is ennek megfelelően alakulnak. A piaci szilva ára a terméktanács szerint 200 forinttól 1000 forintig változik. Augusztus közepe számít a szilva főszezonjának. 3-4 héten belül azonban ez is lecseng. A termelők és a kereskedők szerint a fogyasztói árak sem fognak jelentősen változni. Ezen a soron elsősorban étkezési szilva van. Mindenki, aki meglátja, hú, micsoda nagyok, jaj, de jó lesz pálinkának, ez nem pálinkának való, ebből sokkal inkább befőttet és lekvárt érdemes főzni, és legalább 3 hétig még a fán kell, hogy pihenjenek. A szilva magyarországi termőterületének zöme a Dunántúlon, valamint Pest és Bács-Kiskun vármegyében találhatóak. Arra felé a közepesnél is gyengébb termés várható. Másút, ha nem is sokkal, de jobbak a kilátások. A kertnek azon a részén, ahol aránylag védett helyen vannak a szilvafák, ott elmondható, hogy bő termés várható. Viszont ott, ahol érték a tavaszi fagyok, esetleg már a tavalyi aszály is úgy találta fára, hogy nem volt a legjobb állapotban, ott bizony alig van szilva a fán. Nálunk több éréscsoportban vannak a fák, és elmondható, hogy elsősorban étkezési célra szerettünk volna szilvát termelni. Most ez már a negyedik olyan évünk, amikor az időjárás igen-igen megviccel bennünket, tehát el fogunk gondolkodni azon, hogy hogyan tovább a gyümölcs termesztéssel kapcsolatban. Inkább csak így esszük frissen, vagy esetleg szilvás gombócot. A hajdúszoboszlói piacon is dübörög a szilva szezon. Az árak alig magasabbak, mint tavaly ilyenkor, bár az eltérések itt is nagyok. Akad termelő, aki 450-500 forintért árulja a gyümölcsöt, de akad 600, sőt 1000 forintos kilónkénti ár is. A szilvát általában magába szoktuk enni gyümölcsnek és eltéve, vagy pedig a veres szilvából főzünk úgynevezett szilvaciberét, amit az édesanyámtól tanultam, úgyhogy ez nagyon jó sok mindenhez szívesen. De levesnek is lehet, egyszerűen kompótnak is lehet használni, nagyon sok oldalú gyümölcs, és nagyon egészséges. Azt hiszem, egy kicsit háttérbe van szorulva ilyenkor a többi elegánsabb gyümölcsök mögött. De szeretjük és szívesen fogyasztjuk. Idén 6000 hektáron termett szilva Magyarországon, 10 éve még harmadával nagyobb volt a termőterület. A tavalyi asszály és az idei fagyok miatt 40-50 ezer tonnás termésre számít az ágazat. Én imádom a szilvát. Befőttnek, levesnek, mindennek. Lekvárnak. Igazán jó évben 80 ezer tonna is volt már a termés mennyiség, de például 3 éve a 25 ezer tonnát sem érte el. Megérkezett a Honvédség első két Airbus H225M típusú helikoptere a szolnoki bázisra, amelyek az első gépek a 2018-ban megrendelt 16 darab közepes többcélú katonai helikopter típusból.
A honvédség az Rényi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként H225M típusú az Airbus franciaországi gyárában készülő közepes méretű katonai szállító helikoptert rendelt. Ezek a nagyobb méretű forgószárnyasok 2026-tól a kifutó, még szovjet gyártású Mi-8-as és Mi-17-es szállító helikoptereket váltják fel. A gyári átvételt követően került sor Szolnokon a Magyar Honvédség két H225M típusú közepes szállító konfigurációjú 70-es és 71-es oldalszámú eszközeinek áttelepülésére. A gépeket két vízsugárral köszöntötték az MH Kis József 86 helikopter dandár területén. A francia és magyar pilóták által vezetett gépeket mások mellett Koller József dandár tábornok, a légierő megbízott parancsnoka, Simon Zsolt ezredes, az MH 86 Kis József helikopter dandár parancsnoka fogadta. A Magyar Honvédség megerősítése és képességeinek további fejlesztése lépéseként 16 új, közepes kategóriájú több célú helikopter beszerzéséről döntött 2018. decemberében a Honvédelmi Tárca. Ekkora támogatottság, mint ami most mögöttünk áll ebben a kérdésben, soha nem állt rendelkezésre. Mind társadalmi támogatottság, mind politikai támogatottság, mind pedig a költségvetés támogatása ehhez. Nem olyan régen fogadta el a parlament a 2024-es költségvetést, amely garantálja ugyanazt a 2%-os szintet, mint amit 2023-ban már elértünk, ami a NATO által is elvárt, megfogalmazott költségszint, és mindenképpen szükséges ahhoz, hogy azt az átalakulást, amiről beszélek, folyamatosan fent tudjuk tartani. Ezen belül 20% az képességek a megújítására, a fejlesztésekre kívánatos vagy elvárt költeni a NATO által, ezt Magyarország évek óta felül teljesíti. A magyar kormány által kiválasztott Airbus H225M a legmodernebb kommunikációs technikával felszerelt, így szállítási, harcászati és mentési műveletekben, továbbá a speciális egységek bevetésére egyaránt felhasználható. 16 darab ilyen helikopter fog érkezni, ebből az első kettőt láttuk ma itt leszállni, harcászati szállító konfigurációban, Troop Transport Helikopter, TTH, így szokták a szakmában ezt rövidíteni. Ilyenből lesz nekünk még 8, összesen tehát 10 ilyen konfigurációi helikopter, illetve a különleges műveleti erők kapnak 6 225-ös helikoptert, amely a H-Force nevű speciálisan a magyar légierő számára kifejlesztett fegyverzett csomaggal lesz felszerelve, ami a világon is egyedülálló egyébként, és ahogy vezérigazgató úr is mondta, a gyár számára is további utat jelent előre. Az Airbus Helicopters adatai szerint a 11 tonnás felszálló tömegű gép akár 1000 kilométert is meghaladó hatótávolsággal, közel 6 tonnás szállító kapacitással, nagyméretű, akár 28 katona szállítását is lehetővé tévő utastérrel rendelkezik. A honvédség forgószárnyas gépparkjának megújítása az Rényi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programmal egyidős. A Honvédelmi Tárca 2016-2017-ben 5 Mi-17-es közepes szállító helikopter, illetve 8 darab Mi-24-es harci helikopter nagy javítását végeztette el Oroszországban, illetve 2 darab kiképzési célokat szolgáló H-125 forgószárnyast is felújítatott. A minisztérium 2018. júniusban 20 új, könnyű, többcélú H-Force fegyverrendszerrel ellátott H-145M típusú helikopterről is szerződést kötött az Airbus helikopterszel. A gépeket azóta leszállították és hadrendbe is álltak. Egy H-145M helikopter sajnálatos módon személyzetével együtt egy horvátországi magashegyi gyakorlaton odaveszett. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!